Olá Amália Székelyudvarhelyről valóságos életműdíjat kapott. Számítottál rá? Hát, hogy őszinte legyek, nem nagyon, meg vagyok hatódva. És annak örülök, hogy ennyi év után, praxisom kihagyása után is gondolnak rá az emberek. Gondolnak, azért mondom, ott vannak az asszisztenseim is. Tehát én nem egyedül, hanem velük együtt. Sőt, én a takarító személyzetet is bevonom, mert ők is munkatársaim voltak. Mit gondolsz, miért szavaztak rád ilyen sokan? Hát ugye nem vagy aktív, és ennek ellenére dőltek a szavazatok. Hát én gondolom, hogy a sok évi munkám most gyümölcsözik. Tehát azt, amit adtam, azt kapom. Elárulhatjuk, hogy hány éves vagy? Vagy pedig egy nő esetében ezt nem élik megkérdezni, és akkor nem firtatom. Nem, megmondom, júniusban leszek 80. Itt áll egy úr, akiről úgy tudom, hogy a kollégád. Csoportársak voltunk 6 éven keresztül, igen, a Marosvásárhelyen. Ön írt valamit. Igen, nagyon rövidet, nem sokat. Jó barátnőm, Lia kedves, örvendek, hogy megélhetted, mikor is nemzeti szinten azt a sok küzdelmes évet elismerve köszöntenek a legjobb gyógyítók körében. Mert te is tetted, amit kellett. És ma úgy, mint a mesékben, egy álom vált valósággá, és hallhattál sok jót és szépet, Isten áldjon és segítsen, s veled együtt minden Székelyt. A jövőben még lány legény a Kárpátok karjában ezt érje el, s tettük hírét hallhassák a nagyvilágban. A rád váró évek sorát boldogan, egészségben éljed, Isten vigyázza életed, és szeretet övezzen téged. Na, köszönöm, mert nem, mondd meg, hát ilyet te. Már csak az is egy nagy dolog, hogy itt vannak, és eljöttek. Nagyon szeretnek téged, Amália. És volt asszisztensnőm is itt van, a volt csecsemőmmel, a fiával. Kitelepedtek ide Magyarország, és itt vannak jelen. Ennél nagyobb hála, boldogság nem kell. Most kell megmondjam azt, hogy az egész zsűrinek, a szervezőbizottságnak köszönöm nem csak a magam, hanem az itt lévő és a nem itt lévő családorvosok nevébe, hogy ránk gondoltak, és értékelik a munkánkat.